Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió napi hírműsorát, a hírhetet látják. Vizen és szárazföldön is tovább bővültek a turisztikai attrakciók Sárospatakon. Zempléni Fesztivál Sátoraljaújhelyben és Sárospatakon a hétvégén is sok érdekes program várja az érdeklődőket. Új tanév, új lendület, több mint 4000 diákkal indul a tanév az Árpád vezér gimnáziumban. Egy fejlesztési programban több aktív turizmust is szolgáló beruházás valósul meg Sárospatakon. A Bodrog folyónál a kishajók forgalmát és kikötő lehetőségét alakították ki. A fürdőzők nagy örömére újra nyitották a szabad strandot, a természetjárók kedvére pedig 4 terepjárót vásároltak, melyekkel a tengerszemhez való eljutást igyekeznek majd megkönnyíteni. A kerékpáros turisták számára kölcsönzőt alakítanak ki a belvárosban. Vizen és szárazföldön is tovább bővültek a turisztikai attrakciók Sárospatakon. Aki akar, az csobbanhat tulajdonképpen a Bodrogba, vagy a kishajóval kiköthet, aki akar, az majd 2 kerékre, a bátrabbak meg 4 kerékre ülhetnek Sárospatakon. Azonnal mondjuk, hogy miért, a Bodroghoz kapcsolódva új fejlesztések valósultak meg. 2 évtizedes szünetet követően újra nyitott a szabad strand, új stégeket vásároltak. A Rákóczi vár aljában pedig kishajó kikötőt és sólyázó helyet alakítottak ki. A természeti látványosságok teljes eléréséhez pedig 4 darab speciális terepjárót is vásároltak. Elsősorban a tengerszem, illetve a Botkő és annak a környéke, a Királyhegy környékének a megközelíthetőségét szeretnénk ezzel kihasználni, de természetesen lesz más lehetőség is, hiszen emellett 30 kerékpárra is nyertünk lehetőséget, úgyhogy a városban a kerékpár turizmusnak is a fejlesztését ezzel segítjük elő, hogy a városi közlekedésben akár kerékpárokat is lehet majd bérelni az autók mellett. A járműveket sofőrrel együtt lehet majd bérelni, még most dolgozzák ki a megfelelő konstrukciót. Remélhetőleg minél hamarabb sikerül őket talán még ebben a szezonban munkába állítani, úgymond, hiszen be kell szerezni a különböző engedélyeket, a műszaki engedélyeket, illetve azt is ki kell találni, hogy hogyan működtessük, milyen formában ki legyen ennek a használója, a bérlője, illetve aki mint sofőr is biztosítja majd ezt a bérbeadási lehetőséget, de ha ezeket kitaláltuk, akkor remélhetően minél hamarabb sikerül üzembe helyezni, és a turistáknak az igényeit kiszolgálni. A kerékpárok és terepjárók helye is a régi Marci bácsi féle festékboltként ismert ingatlan lesz. A My Way és a Moon River is felhangzott Frank Sinatra születésének 100. évfordulójára összeállított produkción. A hang, ahogyan sokan nevezték Sinatrát, máig nem megy ki a divatból. Alakját dalai segítségével a mai tehetségkutatókon megismert fiatal énekesek és a Stúdió 11-en szemre idézte meg. A koncertet a Zempléni Fesztivál keretében láthatta a közönség. Többszörös Oscar, Grammy, Emmy és Golden Globe díjas, igazi szupersztár volt Frank Sinatra, akinek utánozhatatlan hangját 80 éves koráig élvezhette a közönség. The Voice, vagyis a hang születésének 100. évfordulójára álltak elő egy show műsorral a Studio 11 és 4 fiatal szólista. Én azt gondolom, hogy a mai napig az összes jazz énekes őt hallgatja és merít belőle, mert megkerülhetetlen az a fajta tiszta stílusa, ahogy ő előadta ezeket a dalokat. És ezt a mai napig így kell csinálni, nem lehet jobban, én úgy gondolom. A Sinatra esten szereplő énekesek a mai tehetségkutatóban megismert fiatalok, és Lányi Lala, akit eddig popzenei közegből ismertünk. Az izgalmas zenei kirándulásban persze elsősorban olyanok vettek részt, akiket máskor is hallottunk Sinatra dalokat énekelni. Ilyen Vastag Tamás, aki először a Békés Csabai Színházban játszott el a híres színészt, énekes. Fura dolog bármikor egyébként Frank Sinatrának a bőrébe bújni és végigélni az életét a gyerekkorától a haláláig. Sok közös pontot érzek közöttünk, ha már csak azt nem mást, hogy ő is egy tehetségkutató műsorból indult, 10 évesen pont, mint én. És igazából ezek furcsa dolog eljátszani egy embernek az életét. A swinges zenei hangzás igazi sztárja ma Magyarországon Gájer Bálint. A fiatal előadó művész saját lemezén is a mai popzenei stílust ötvözi a swinggel. Az igazán táncos zenét játszó énekes szerint saját korosztályából is sokan kedvelik ezt a műfajt. Azt gondolom, hogy most sem lenne igazán elég csak az, hogy Sinatra dalokat eljátszogatunk, abból is a legismertebbeket. Igyekszünk ezt azzal izgalmassá tenni, hogy például én is játszok egy saját dalt, vagy éppen Lányi Lalának is lesz egy olyan kozmixes nótája, amit
valószínűleg ebben a hangszerelésben még nem túl sokszor lehetett hallani. Úgyhogy becsempészünk egy-két olyan dalt, amit mondjuk Sinatra még nem énekelt, de a közönség nagyon szereti. Tehát elsődleges szempont volt, hogy a közönséget tudjuk szórakoztatni, olyan dallamok hangozzanak el, amit valóban hallottak már valahol, és ezzel tudjanak azonosulni. A koncerten természetesen nem csak Sinatra dalok hangzottak el, de az énekesek saját dalai és swing feldolgozásban. Így idézték meg az öreg kékszemét Sátor Aljaújhelyen, az MTV Fesztiválon. Több mint 5000 diákkal kezdi meg a 2015-16-os tanévet a Sárospataki Árpád vezérgimnázium. A diákokat és a pedagógusokat szeptember 1-én várják az ünnepélyes tanévnyitóra, majd ezt követően meg is kezdődnek a tanórák. Tóth Tamás igazgató elmondta, hogy ebben az évben is lesznek újdonságok a pedagógiai programot és a tehetséggondozást érintően. Az alapvető cél a minőségi oktatás azonban továbbra is a legfontosabb szempont. Több éve hagyomány már, hogy a Sárospataki Árpád vezér gimnáziumban az első tanítási napon tartják az oktatási intézmény tanévnyitó ünnepségét. Így lesz ez az idén is. Szeptember 1-én kedden reggel 8 órától kezdik az új tanévet a diákok és a pedagógusok. Összesen 584 diák kezdi meg, illetve folytatja tanulmányait az AVG-ben. A jövő héten sajnos néhány diákunknak még javító vizsgát kell tenni, az ő sorsuk még bizonytalan, de reméljük, hogy erre sikeresen fogják teljesíteni. Illetve van egy-két olyan diák, aki nyáron jelezte, hogy szeretne az iskolánkba szeptembertől új diákként bekapcsolódni a munkába, nekik különbözeti vizsgát írtunk elő. Tehát ez az 584 fős létszám még plusz-minusz egy-két fővel változhat. Az elsősök létszáma nagy örömünkre 132 főt jelent, ami lényegesen több, mint ahány diákunk elballagott, hiszen 107-en fejezték be a tanulmányaikat. Tehát ennek eredményeképpen úgy gondolom, hogy a tavalyi tanév nyitó létszámát tudjuk tartani. Az igazgató hozzátette, hogy az intézményben zajló magas szintű sportoktatásnak köszönhetően több mint 7 diákot igazoltak le NB1 és NB2-es csapatok a vízilabda és a kézilabda kapcsán. Szerinte az iskolában folyó oktatás minőségét ez is mutatja. Azt gondolom, hogy az iskolában az elmúlt, illetve immár 22 év nagyon sok olyan hagyományt teremtett, amelyet ezután is szeretnénk tovább folytatni, de mint minden intézményben nálunk is szükség van a finom hangolásra, a finom csiszolásra. Hozzánk érkező diákok tudásában azért érzünk egy heterogenitást, egyre inkább érezhető ez, attól függetlenül, hogy ugye az iskola még mindig tud válogatni a beiskolázás során, de azért vannak olyan diákok, akiknél nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, azt gondolom a felzárkóztatással, mint esetleg korábban erre szükség volt, de hál' Istennek megvan a másik oldal is, az átlag feletti képességekkel rendelkező diákok terén, pedig bővíteni szeretnénk a tehetségterületeknek a fejlesztését, tehát a természettudományokban gondolkodunk egy kicsit erősebben, illetve hát a média ismereteknek a hatékonyabb elsajátítását szeretnénk az ez iránt érdeklődő diákokban elérni. Nyilván ez kötelező tanórán kívül, hiszen ez nem része a tananyagnak. Tóth Tamás hozzátette, ebben az esztendőben a pedagógus karban is lesz némi változás, hiszen voltak, akik elköltöztek, voltak, akik kisgyermekek mellől már nem az iskolába, hanem máshova mennek dolgozni. Helyükre új pedagógusok érkeznek. A Morán énekegyüttes és a budafoki Doknányi zenekar közös koncertjét tekinthette meg az érdeklődő közönség Sárospatakon, a Bazilika Minorban. A Zempléni Fesztivál programsorozatát színesítő esti koncert keretében egy Bach és egy Schubert művet adtak elő közösen. Az eseményen jelen volt az izraeli nagykövet is. A szervezők szerint ez nem csak a Morán együttes, hanem a Zempléni Fesztivál elismertségét is mutatja. Tokaj után Sárospatakon is nagy siker övezte az izraeli Morán énekegyüttes és a budafoki Doknányi zenekar közös fellépését. A Bazilika Minorban ezen az estén két jelentős művet szólaltattak meg közösen, egy Bach és egy Schubert művet. Hollerung Gábor, a Zempléni Fesztivál művészeti vezetője elmondta, hogy az izraeli kórus jelenléte és közös fellépésük sokkal többet jelent egy egyszerű koncertnél. Akár képzőművészetről, akár táncról és persze zenéről beszélünk, egy rettenetesen fontos része az egyre sorvadó létünknek.
Ugye a metakommunikáció kezd kihalni az életünkből. Azok, akik nem tudnak szavakkal kommunikálni, egyre inkább magányosnak érzik magukat, egyre nehezebben találják meg a másik emberrel a hangot. És hát összességében a világ, azt kell mondanom, hogy egy picit a szeparálódás felé halad azért. Úgy etnikumok, úgy emberi országok, úgy közösségek, úgy ha úgy tetszik, mikroközösségek is szeparálódnak, és tulajdonképpen sajnálatos módon egyre inkább a másiktól való különbözőségbe határozzuk meg magunkat, nem pedig a saját magunk lényegében, mert többnyire azzal nem is vagyunk mindig tisztában. És ebből a szempontból ez nem politikai kérdés, egy művész ember számára eredendő életszükséglet. A Morán együttes populáris és szakrális zsidó énekekkel lép színpadra számos országban. A kórus tagjainak tapasztalata az, hogy mindenhol nyitott fülekre talál az általuk közvetített értékek sora. I was shocked. Teljesen lenyűgöz, ahogy a helyi emberek a mi zenéinket, kórusunkat fogadják. Nagyon nyitottak felénk annak ellenére, hogy nem magyarul, nem angolul, hanem anyanyelvükön, héberül éneklünk. Ez nekik nem jelent gondot, és nagyon meleg szívvel fogadnak minket mindenhol. A koncertet ez alkalommal is nagy érdeklődés kísérte. Idén is szervezett nyári tábort a Sátor Aljaújhelyi gyermekek számára a Városvédő és Szépítő Egyesület. A civil szervezet jóvoltából 13 fiatal tölthetett el egy hetet kovácsvágáson. A gyerekek kirándulásokon, kézműves és hagyományőrző foglalkozásokon, játékos terepgyakorlatokon és vetélkedőkön vettek részt. Játékos formában ismerkedtek a gyerekek a térképészeti, tájékozódási és katasztrófavédelmi ismeretekkel, valamint a rádiózással. Mindezt a Városvédő és Szépítő Egyesület táborában tették, a Zemplén térségi katasztrófa és polgári védelmi szövetség jóvoltából. Most, mivel nyár van, ezért a játékos formát, a tanulásnak ezt a formáját próbáljuk átadni, és hát segíteni az, hogy elteljen az idő, hiszen mindig újat adni nekik azért nagyon nehéz. És itt a táborban azért a gyerekeknek mindig kell valami szebbet, valami jobbat, valami érdekeset nyújtani. A táborlakók között új és visszajáró gyerekek is voltak. Nagyon jól éreztem magam, remélem, hogy lesz jövőre is, és igazából nekem a kilátó tetszett a legjobban, amit nemrég adtak át. A Városvédő és Szépítő Egyesület harmadik alkalommal már-már hagyományosan szervezte meg a hegyközi településen a nyári tábort. A civil szervezet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával és saját forrás felhasználásával valósította meg a programot. Igyekszünk változatos programokat szervezni a gyerekeknek. Hát idén is ugye elsősorban a nagy hűségre való tekintettel próbáltuk az időpontokat és a programokat is úgy összeállítani, hogy ez teljesíthető legyen. Idén nagyon sokat kirándultunk a Jánosvára kilátóhoz, amely most készült el. Akkor volt egyébkénti program is, ellátogattunk Fűzéradványba, a most megújított kastélyparkba, a tóhoz, tehát olyan programokat, ahol hűsölhetnek is a gyerekek, hogy mindenképpen a nagy hűség elől védve legyenek, és természetesen vannak olyan programok is, amelyek itt a tábor területén valósulnak meg. A katasztrófa védelmi bemutatón túl a tábor területén a gyerekek ijeszkodhattak, sportolhattak, és vetélkedőkön vettek részt. A Magyar Állami Népi Együttes a magyar színpadi táncművészet történetében először állított a színpadra antológia keretében a Keleti Kárpátokban és annak előterében a Kárpátalján élő népek sokszínű és gazdag kultúráját. A megidézett Kárpátalja című előadás 7 nemzet táncait, dallamait vonultatja fel úgy, hogy a hangsúlyt a közös gyökerekre helyezik. A Magyar Állami Népi Együttes Sátor Aljaújhelyben lépett fel a Zempléni Fesztivál keretében. A Magyar Állami Népi Együttes 1951-től gyűjti, életben tartja és színpadi formában továbbadja a magyar nyelvterület néptáncait, népzenéjét és nemzeti értékeit.
a sátoraljai újhelyi bemutatón a Kárpátalján élő magyarok, ukránok, ruszinok, huculok, románok, cigányok és zsidók sokszínű és gazdag tradicionális kultúráját láttatta. Az antológia felmutatta e népek hagyományaiban fellelhető közös vonásokat, illetve a nemzeti sajátosságokat. Az volt a cél, hogy ezt a kis tájegységet, ami nagyon izgalmas, hiszen egy kis területen nagyon sok nemzetiség él, magyarok, ruszinok, ukránok, huculok, cigányok, zsidók, szlovákok, lengyelek, oroszok, szóval szinte felsorolhatatlan, de mégis az ezer éves Magyarországhoz tartoztak, tehát egy a mi kultúránk, és hát azért is nagyon aktuális a mai jelenlétünk itt Hegyalján, hiszen hát ez mind Rákóczi birtok volt, és az előadás többek között a fejedelemnek is emléket állít, mint ahogy a honfoglalásnak és mindazoknak a fontos történelmi eseményeknek, amik Kárpátalja szűke vagy tágabb régiójában lejátszottak az elmúlt ezer évben. Az előadásban a dallamok Hetényi Milán és Herzko Ágnes hangján csendültek fel. A népdalok között a legkülönlegesebb egy zsidó ima és egy román kesergő volt. Egy elég parázs román tánc összeállítás után van ez a kicsit szomorkás hangulat, ami egy nagyon jó felütése egy ruszin horovót táncnak. Én bízom benne, hogy azok az emberek, akik egy árvaszót nem fognak érteni a román énekből, azokat is önmagában a zene meg fogja érinteni. A Zempléni Fesztivál ebben az évben a korábbiaknál több programot kínál a sátoraljaújhelyi közönségnek, a kínálat pedig széles körű. Pontosan összetalálkoztak az elképzeléseink, ennek nagyon örülünk, nagyon jól sikerült várakozáson felül, nagyon-nagyon jól sikerült a Sinatra 100-as koncert, ez az mai este, ez abszolút teltházas lesz, de hát az Állami Népi Együttest azt itt sosem kell reklámozni új helyben, meg hát a Néptáncfesztivál is most kezdődik, és nagyon örülünk, hogy felújíthatjuk a barokk kávéuzsonnát még a Néptáncfesztivál végén, a mi fesztiválunk utolsó délutánján. A Magyar Nyelv Múzeuma, ami hát ugye ide tartozik új helyhez, az természetesen minden évben a fesztivál ide szakába eső hétfői este mindig belekerül a programsorozatba. A Magyar Állami Népi Együttes megidézett Kárpátalja című bemutatója nagy sikert aratott a nézőközönség körében. És most még egyszer főbb híreink egy-egy mondatban. Vizen és szárazföldön is tovább bővültek a turisztikai attrakciók Sárospatakon. Zempléni Fesztivál Sátoraljaújhelyben és Sárospatakon a hétvégén is sok érdekes program várja az érdeklődőket. Új tanév, új lendület, több mint 4000 diákkal indul a tanév az Árpád vezér gimnáziumban. Önök a Zemplén televízió híradóját látták, híreinket újra megnézhetik a www.zempléntv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!